A divat kortalan, szokták mondani. Szeret jól kinézni a fiatal, az idős, a fiú, a lány. Erről szól minden. Van tavasz, nyári, őszi, téli divat. Évszakról évszakra változik. Arra voltam kíváncsi, hogy a gyerekeknek fontos-e a divat, és mit jelent számukra. Mi a divat? Szerintem az, hogy csinosan öltözzünk ki, mert az, hogy nem is néznek ki jól, hogyha mondjuk kiállnánk egy ilyen nem szép elegáns, nem szépen. És szerintem nagyon fontos, hogy mindig úgy öltözzünk, hogy nem nagyon így kiöltözve, de elég fontos legyen az, hogy ilyen szépen íjjenek össze a színek, hogy egymáshoz azért passzoljanak. Szerintem fontos, hogy szépen öltözzünk, hogy alkalomhoz élő ruhákba is járjunk. Például, ha van egy ünnepség, akkor ne ilyen utcai ruhába menjünk, hanem például fekete-fehérbe, ilyen ünneplő ruhába az ünnepségekre. Hát hétköznapokon meg fontos, hogy divatosan öltözzünk, hogy fontos, hogy szépen nézzenek ránk, ne úgy, mint a olyan emberekre, akik nem olyan szépen öltöznek, és hogy fontos, hogy szépen kinézzünk. Hát szerintem ilyen divatos ruhák, hogy összeilleljenek, hogy például a feketéhez passzoljanak a színek, például amit felveszel, hogy ne legyen ilyen rossz kinézően a ruhád. Szerintem a színek nagyon fontosak. Mondjuk, ha van most nyár, van éppen évszak, és ahhoz nem ilyen sötét színeket kell felvenni, hogy barna meg fekete, hanem hogy minél színesebb, most nem azt mondom, hogy az egész ruhánk ilyen neon rózsaszínon világítson, csak hogy valami legyen benne, hogy ami feldobja. Most például, hogy egy nem annyira, tehát egy sima rózsaszín póló, ilyen kicsit gyöngyös, rövid nadrág, ami fekete, meg egy jó hozzáillő kiegészítők. Mennyire fontos a te életedbe a divat? Hát nekem fontos, mert végül is, ha meghívnak valahova, akkor nem állíthatunk be ilyen munka, meg ilyen ruhákba, hanem tehát fontos kiöltözni, de nem úgy, mintha valami, tehát nem olyan kihívó ruhákba, hanem tehát azért illedelmesen, meg elegánsan. Nálunk nagyon fontos a divat. Anya mindig mondja nekem, hogyha ő szépen öltözik, én is mindig szépen öltözzek, mert egyszer elmentünk valahová, ő szépen ki volt öltözve, én pedig egy utcai ruhában voltam. Hát nekem is fontos, nekem az jut eszembe, hogy szépen öltözünk, nem egy pizsamában járkálunk kint az utcán. Azért jó a divat, mert hogy mondjuk kimegyünk az utcára, és ne egy pókemberes jelmez legyen rajtunk, hanem egy szép elegáns ruha. Hát nekem az a divat, hogy tehát meghatározza, hogy milyen ember vagy, mert valamennyiben a divat is megmutatja, hogy te hogy öltözöl, milyen életet élsz. Hogy meg hát, amikor például tanárnő vagy, és dolgozatot iratsz, akkor szépen kell kiöltöznöd, hogy hát azt gondolják rólad, hogy a gyerekeket is ilyennek neveled, amilyen te magad vagy. Ha szeretnéd, hogy a te iskoládba is ellátogassak, jelentkezzetek a képernyőn látható e-mail címen.